Sziasztok! A Miből élnek a magyarok Svájcban sorozat mai vendége Adrián, aki könyvtárosként dolgozik. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, Adrián. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az első kérdés, amit mindig meg szoktam kérdezni, hogy kerültél ki Svájcba? Nos, nekem a férjem svájci, és mi Magyarországon ismerkedtünk meg 2007-ben, és akkor 3,5 évet távkapcsolatban éltünk. Még én akkor egyetemre jártam, és amikor vége lett az egyetemnek, akkor el kellett dönteni, hogy ide vagy oda, és akkor Svájcra esett a választás, mert én annak idején nem szerettem volna Budapesten maradni, neki meg inkább ott lehettek volna lehetőségei. Én tudtam a nyelvet, még akkor annyira nem beszélt jól magyarul, úgyhogy ezért választottuk a Svájcot. Akkor én jövök ide. Hogyan lettél könyvtáros? Hát amikor ugye már elég konkrét volt, hogy én ide jövök Svájcba, akkor tehát írtam egy levelet, vagy egy e-mailt itt ebben a könyvtárban, ennek a könyvtárnak, hogy én tudok magyarul, és esetleg, hogyha kellene valami munka, aki tud magyarul, akkor én itt lennék, és pár hónapra rákaptam az igazgató helyettestől egy e-mailt, hogy hát akkor nagyon szívesen meghallgatnának, és majd jelentkezzek, hogyha konkrétan ide érek Svájcba. És akkor jelentkeztem, és pont a magyar szakreferensnek az állása egy éven belül kiürült, és akkor tulajdonképpen így. Tehát engem a magyar szakreferensi munkára vettek föl első körben, és tehát tényleg amikor aláírtam a munkaszerződést, akkor mondtam, hogy de én alapvetően, mert ez egy 4 órás munka, tehát heti 4 óra, tehát 10%. Mondtam, hogy én alapvetően nyitott lennék más munkákra is, és tulajdonképpen 2 napra rá. Tehát fentről én kaptam egy másik pozícióban is egy lehetőséget, tehát nekem hatalmas szerencsém volt. A könyvtárban a magyar gyűjtemény, Nyugat-Európában a legnagyobb magyar gyűjtemény, nagyjából olyan 25 ezer könyv, és ez magyar filológia, tehát csak irodalomtudomány, illetve szép irodalom, vagy nyelvészet, nyelvtudomány. Milyen végzettség kell ahhoz, hogy valaki Svájcban könyvtáros legyen? Ettől a szerencsés helyzettől eltekintve. Nos, nekem bölcsész az első, tehát bölcsész szakon végeztem még Magyarországon, germanisztika és történelem. De hogyha valaki szakreferens akar lenni, akkor nyilván az adott bölcsészkar, bölcsész végzettség az adott szakterületre, de nyilván a magához a könyvtári munkához, a könyvtáros végzettség, ma már könyvtáros végzettségnek kell, hogy legyen valakinek. Ez vagy főiskolai szintű, vagy pedig lehet szakképesített könyvtáros. Uh-huh. Tehát, igen. Én időközben elvégeztem a főiskolát, tehát most már ez németül mondják, hogy információs specialistin. Emlékszem még, hogy milyen volt a felvétel eljárás? Ide a könyvtárba? Hát igen, tehát ahogyan mondtam, tehát pár hónapra rákaptam egy e-mailt, és akkor jelentkeztem, hogy megjöttem Svájcba, és akkor jönnék, amennyire lehet, és jöttem, ez egy teljesen kötetlen beszélgetés volt. Tehát én nekem tényleg ilyen nagyon szerencsém volt, mert ez az úgynevezett blind bewerbung. Ritkán szokott sikerülni, igen. Igen, és ez nekem ez sikerült. Nyilván, tehát ez egy akkora szerencse, hogy pont elment a magyar szakreferens egy kisebb munkakörbe, tehát most 10%-ra, heti 4 órára. Nem egyszerű találni munkaerőt, és szerintem egyszerűen működött a kémia. Mit csinál egy könyvtáros? Hogy néz ki egy napod? Milyen feladataid vannak? Nos, tehát ez a Centrál Bibliotek, Zürich. Ez az egyik legnagyobb könyvtár Svájcban. Tehát itt ez nem úgy kell elképzelni, mint egy pici könyvtárt. Itt rengeteg munkakör van. Vannak a szakreferensek, ők a feladatuk elsősorban megrendelni a könyvet. Azon a szakon belül, amik ők felelősek, mint jelen esetben én a magyarért, kiválasztom. Van egy büdzsém, és kiválasztom, hogy melyik könyveket akarom megrendelni. Azokat megrendelem, akkor van egy olyan osztály, ahol ezt bekatalogizálják, aztán utána felkerülnek újra hozzánk a könyvek, ott mi szakozzuk, az azt jelenti, hogy ilyen
kulcs szavakkal ellátjuk, hogy majd utána az olvasó meg tudja találni. Tehát, nem tudom, a második világháborúról akar egy könyvet, akkor beírja keresőként, hogy második világháború. Ezeket a címkéket, ezeket mi adjuk a könyvnek. Tehát a tartalmilag ugye meghatározzuk, hogy leírjuk a könyvet a rendszerbe, a könyvfeli rendszerbe. Aztán van az olvasószolgálat, tehát az olvasókkal foglalkozunk, a kölcsönzés, ha bár mondjuk itt már minden automatizált, de mégis a kölcsönzés, akkor a keresés a katalógusban. Ezen kívül ugye van a magazinok, a logisztikai részleg, ahol inkább logisztikusnak kell lenni, tehát ott például nem is könyvtárosokat keresnek, hanem logisztikusokat. Vannak a könyvkötők, tényleg nagyon-nagyon szerteágazó. Én kettő osztályon dolgozom, tehát a szakreferensi részlegen, illetve az olvasószolgálatban, erről tudok többet mesélni. Tehát a szakreferens nyilván a magyar anyagot én rendezem, illetve hogyha volt már rá példa, hogy olvasásokat, magyar olvasásokat szerveztem, vagy magyar nyelvű vezetéseket a könyvtáron belül. Az olvasószolgálatban pedig tényleg az információs pultban állunk. Ezen felül én a tanulókkal foglalkozom, még itt az olvasószolgálaton belül, tehát őket segítem, meg az ő beosztásaikat csinálom. Nyilván ez a mi az olvasószolgálat a szakmában ugye nagyon fontos. Ezen felül a könyvtári vezetéseket csinálok, általában középiskolásoknak, kisebb projektekben veszek részt. De hogy néz ki egy napod? Ha itt az olvasószolgálatban dolgozom, akkor van az információs pultba kezdek, ott vagyok egy órát, akkor utána van háttérmunkám, akkor intézem a dolgokat például a tanulókkal. Vannak bizonyos projektek, amiket én viszek, akkor azokat a projekteket intézem. Lehet, hogy délután van egy könyvtári vezetés, akkor azt csinálom. Tehát iszonyatosan változatos, nagyon változatos munka. Milyenek a kollégák? Nyilván ez egy nagy könyvtár, van olyan, akivel nagyon jó a kapcsolatom. Több mint 200-an vagyunk, és van olyan is, akivel köszönő viszonyban vagyok. Hány óra dolgozol egy héten? Én 70%-ban dolgozom. Egyik héten 3 napot dolgozom, másik héten meg 4 napot, mert minden második szombaton dolgozom. Hogy néz ki az éves szabadság? 5 hét. Milyen bérezésre számíthat egy kezdő szakmában? Hát ez is attól függ, hogy milyen a munkaköre. Tehát nyilván a szakreferensi bérezés azért az egyetemi bérezés, az abban mondjuk szépen meg lehet élni. Mondjuk az olvasószolgálatban, de nem kell egyetemi végzettség, oda elég tényleg csak a szakközépiskola, vagy pedig a főiskolai, 6000 körül szerintem. Milyen előrelépési lehetőségek vannak? Én ezt úgy élem itt meg, hogy amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor én nagyon egyszerű munkát kaptam, én este kellett dolgoznom 4-től 8-ig, de örültem neki, és ahogyan említettem, ezt én, tehát hogy engem fentről azért, mert működött a kémia, vagy tényleg nem tudom, kaptam meg ezt a munkát. Körülbelül egy hónap után az akkori főnököm odajött hozzám, és azt mondta, hogy Adrien, nagyon-nagyon jól dolgozol, és hogy ha én rajtam múlott volna, én nem vettelek volna föl téged első körben, de hogy nagyon megbántam volna, mert gyorsan tanulsz, nagyon jól dolgozol, megbízható vagy, és le a kalappal. És úgy gondolom, hogy ezt azért a többi főnököm is észrevette, és tényleg a mai, tehát ma már 4-5 projektet én viszek. Itt az olvasószolgálaton belül. Nyilván el is végeztem a főiskolán, tehát hogy ez a szakmában nagyon jól tudok azonosulni, de ez az olvasószolgálati bérezésen nem látszik meg. Tehát egy kicsit azt érzem, hogy ez nagyon jó, adják nekem a felelősségteljes munkát, de a bérezés az sajnos nem egyenes arányú. Mit szeretsz a legjobban a munkádban, és mi az, amit nem, ha van ilyen? Hát minden esetre a változatosság, amit nagyon szeretek. Nagyon szeretem azt, hogy a magyar anyag, tehát a szakreferensi munkámban, tehát például a magyar irodalommal így eléggé képbe vagyok, és ez egy nagyon jól fizetett hobbi is tulajdonképpen, mert az a 4 óra az azért tényleg ott egy rendes fizetést kapok. És ez mondjuk nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Az olvasószolgálatot is nagyon szeretem, mert emberekkel foglalkozom,
tudok segíteni nekik. Én nagyon szeretek a katalógusban keresgélni, nehezebb feladványokra is. Én jelentkezem, nagyon szeretek gyerekekkel, vagy hát ezekkel a tanulókkal is foglalkozni, úgyhogy alapvetően a változatosságot szeretem. Tehát nem csak irodai munka, hanem minden van benne. Hogy sikerült megbarátkozni a svájci német dialektussal? Hát ez annyira nem volt nehéz nyilván, tehát a barátom, vagy illetve a férjem, aki annó még a barátom volt, tehát mondom, mi 3,5 évet éltünk távkapcsolatban, és akkor én már ugye itt jártam, vagy én sokat jártam Svájcba, tehát hallottam azért. És amikor elkezdtem itt dolgozni a könyvtárban, én szerintem 1-2 hét után nekem ez már nem jelentett problémát. Uh-huh. Egyáltalán sem. Folyékony német tudással költöztél ki. Igen. Ez mindenképpen előny. Igen, természetesen. Nem beszélem a dialektust, de értem. Nem feltétlenül teszek már különbséget, hogyha valaki hochdeutscht beszél, vagy dialektust, nem is hallom meg. És mi a vélemény a svájci emberekről? Milyen karakterek? Kedvesek. De ezt nem feltétlenül csak jó értelemben mondom, tehát ők mindig kedvesek. És azt, hogy mit gondolnak? Az egy másik kérdés. Igen. Igen. Érte negatív diszkrimináció Svájcban, amiatt, hogy külföldi vagy, mióta kinn élsz? Amikor elolvastam ezt a kérdést, akkor ezen gondolkoztam direktben, talán egyszer, egyre tudok visszaemlékezni konkrétan, de indirektben rengeteg. Uh-huh. Ezt azért a mai napig érzem. És főleg azok irányából érzem, akik papíron a legbefogadóbbak. Mennyire sikerült beilleszkedni a Svájcban az elmúlt 12 év alatt, hogy gondolod? Tehát amikor én ide kijöttem, akkor nekem már volt egy a férjem baráti köre, meg a baráti köre egy hatalmas internet, hatalmas, tehát most egy relatíve, elég nagy és biztos, stabil ismeretségi köröm, és akiket én szerettem, és úgy érzem, hogy ők is szeretnek. Tehát, hogy nem ilyen teljesen a vakvilágba az ismeretlenbe jöttem ki. Plusz én nagyon gyorsan, tehát azt hiszem, hogy február vagy március körül jöttem ki, és júliusban én már dolgoztam a könyvtárban. És előtte egy hónapig volt valami továbbképzés, amire engem már így a könyvtárbe is fizetett. Tehát, hogy én nagyon-nagyon gyorsan találtam munkát, és nyilván a CETP, itt mondom 200-an dolgoznak, tehát nagyon sok embert megismertem, volt akivel tényleg az első pillanattól jóba lettem, úgyhogy a beilleszkedés ez nekem nagyon könnyen ment, gördülékenyen. Mennyire nehéz ide bekerülni? Hát most már azért biztos, hogy nehezebb. Nyilván én nekem nem volt könyvtári képesítésem, amikor ide bekerültem. Ezelőtt 12 éve ezt még meg lehetett csinálni. Ma már nem. Uh-huh. Tehát ma már muszáj. Tehát abban a munkakörben, amiben én dolgozom, az olvasószolgálatban, ott az a nagyobb munkaköröm, ott lehetetlenség. Tehát ma már nem kerülnék be egy egyetemi bölcsész diplomával. Uh-huh. Kell a szakirányú könyvtáros végzettség. Kell, uh-huh. Mindenkitől. Tehát nálunk már csak szakirányú. Tehát akiknek nincs szakirányú képzettsége, az már nagyon régóta itt dolgozik, de főleg talán kettő olyan. És akkor menet közben szedték fel a tudás magukra? Vagy... Hát igen. Akkor még nem kellett, és egyszerűen beletanultak a szakmába, ma már ez elképzelhetetlen. Uh-huh. Milyenek tartod a svájci munkamorált? A munkamoráljuk szerintem magas, bár én azért ismerek olyat is, aki elég kényelmesen dolgozik, fogalmazunk így, és tehát, hogy ez nem csak, tehát, hogy nyilván rengeteg külföldi dolgozik itt, aki már svájci, tehát én magam is már svájci állampolgár vagyok, de mégis én úgy gondolom, hogy én magyar munkamorára rendelkezem, tehát én Magyarországon is valószínűleg ilyen tartással dolgoznék, de ismerek olyan svájcit, akinek magas a munkamorálja, nem csak itt a könyvtárban, hanem tehát az ismeretségi körömben is, és van, akinek bemegy a munkahelyre, és mondjuk e-mailezik, vagy internetezik egész nap. Uh-huh, uh-huh. Mert mondjuk olyan a munkája, hogy nincs munkája. Hosszú távra tervezel itt, vagy szeretnétek visszaköltözni később Magyarországra? Nyilván azóta már összeházasodtunk, lett egy gyerekünk,
Úgyhogy az elkövetkezendő éveket biztos, hogy így töltjük. Ezelőtt pár éve gondolkoztunk azon, hogy hazamenjünk. Én nagyon vissza szeretnék menni amúgy. De nyilván tehát itt most már a kislányunkra is gondolni kell. Tehát, hogy az ő környezetére, hogy nem tettem meg vele, hogy kirángatom. De nincs kizárva, egyáltalán nincs kizárva, uh-huh. hogy hazaköltözünk egyszer. Mi az, ami a legjobban hiányzik Magyarországról? Hát a hazám, egyértelmű. Az érzés, az otthon érzése, uh-huh. a haza. És mi hiányozna Svájcból? Hát mondjuk valószínűleg azok az emberek, akiket szeretek. Tehát a barátok, maximum. Hogy kelted meg lelkileg a kiköltözést? Mi akkor ott a férjemmel eldöntöttük, hogy akkor én jövök. És ez nyilván nem tartotta senki a fejemhez a pisztolyt. Ez az én döntésem volt. Nyilván 12 évvel fiatalabb voltam. Ma már lehet, hogy ezt háromszor is jobban átgondolnám ezt a döntést, de nem a full idegenbe, meg az ismeretlenbe jöttem, hanem azért itt már nekem voltak kapcsolataim. Úgyhogy jól, meg jó volt az, hogy én nagyon gyorsan találtam munkát, én nagyon hálás voltam, mert amúgy én tanár vagyok. Tehát német tanárként nem tudtam volna itt dolgozni, mert ugye nem vagyok anyanyelvű németül beszélő ember. És most egy szakkal, 27 évesen, én most így átképezni magam, én már nem akartam, én tényleg szerettem volna dolgozni. És megkaptam ezt a munkát itt ebben a gyönyörű könyvtárban, nagyon-nagyon hálás voltam. Úgyhogy én jól nekem ezzel nem volt így, szerintem lelkileg semmi probléma. Mondom, egy ilyen 5-6-7 év után, amikor még a kislányom nem kezdett el iskolába, vagy óvodába, tehát amikor még nem került be az iskola rendszerbe, akkor ez komolyan felmerült, hogy akkor menjünk haza pár évre. Mit csinálsz munka után? Mi okoz örömet? Hát nyilván a család, a barátok, otthon lenni. Én nem úgy Kurban élek, ilyen 40 ezres város a keleti részben, a hegyek között, tehát mi sokat járunk azért a hegyekbe. Szeretem Graubündent nagyon, én nagyon szeretek futni, rengeteget futok. Itt vagy a boldogabb, vagy Magyarországon voltál, hogy gondolod? Én Magyarországon is boldog voltam, és itt is boldog vagyok, azért, mert egy kiegyensúlyozott életem van egy boldog házasságom. Én hál' Istennek boldog vagyok itt is, és azt gondolom, hogyha a férjem és a gyerekem Magyarországon lennének, ott is ugyanilyen boldog lennék. Uh-huh. Ez volt az utolsó kérdés, Adrián. Nagyon köszönöm az idődet, amit erre szántál, és további minden jót kívánok a szakmában. Nagyon szépen köszönöm, Csilla.